Sziasztok, Robin vagyok, és hadd mutassak be egy különleges csomagot, amit mai napon megvettem. Méghozzá úgy, hogy rám írt e-mailen az egyik játékbolt, hogy van egy különleges csomagja, méghozzá nem is akármilyen témában. Hadd mutassam be ezt nektek. És na, hogy rákaptam. Úgyhogy egyből rohantam is hozzájuk, és a mai napon meg is vettem. És ezt fogom nektek megmutatni, hogy hogyan is bontom ki. Azt mondja, hogy itt oldalt. Na, ez az. Úgyni, ez az. Jaj. Meg is van. Na, nézzük, hogy kell ezt oldani. Na most egy kicsit csaltam. Azért is, mert ugye ennek a szörnynek a csápjai, itt volt benne egyébként a szörny, itt volt a gömbteste, és itt voltak magu a csápjai. Elsőnek először persze a figurát venném ki. Ezt így arrébb teszem. És ebbe a szatyorban voltak. Egyszer a gömbteste, és egyszer pedig a csápok, amiket egyesével kellett fölraknom, ami nem volt egyszerű dolog. Úgymond több mint fél órát szenvedtem vele. De ezt a figurát most így kibontom nektek. Ezt tényleg nem bontottam ki. Úgyhogy ő lenne Balaték. Ahogy látjátok a nevét is, itt. És majd ezután, majd mindjárt megmutatom a szörnyet. Ezt még kezébe rakom a fegyvert. Úgyni. Ezt ide támasztom. Úgyni. Na most megmutatom, hogy miről is beszélek. A szörny összeszereléséről. Fantasztikus élmény volt nekem. Oda süssetek. Na és akkor ugye pirosan volt írva, és piros volt a csáp is, úgyhogy nem nagyon lehetett kiigazodni rajta. És akár még egy embert is lenyelhet, ahogy látjátok a képben. Úgyhogy most nézzük meg valójában, hogy milyen is a csápos szörny. Hú, nem is fér el, csak így mutatom. Ezt a dobozt arrébb teszem, és akkor itt láthatjátok. Valójában mekkora. Persze ennél nagyobb volt a filmben. És akkor nézzük meg, hogy belemegy-e a szájába a figura. Nézzük. Ó, ez aztán a szörny. Hú, nagyon menő. Na és ez lett volna az unboxing videó. Így. Hát nem nagyon lehet látni, hogyha ide leteszem. Talán, hogyha így megdöntöm, akkor látjátok. És remélem, tetszett nektek az unboxing. Remélhetőleg lesz majd a jövőben még. Nem tudom mikor, de remélem minél hamarabb. Sziasztok!